Az operatív törzs már délelőtti ülésén javaslatot tett a kormánynak a rendkívüli veszélyhelyzet kihirdetésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére. A kormány a mai napon az operatív törzs és a belügyminiszter javaslatára arról döntött, hogy rendkívüli jogrendet, vészhelyzetet hirdet az ország teljes területére. A rendkívüli jogrend a legszélesebb jogosítványokat biztosítja az állami hatóságoknak az eredményes védekezéshez. Az intézkedések részleteit a hamarosan megjelenő kormányrendeletek tisztázzák majd, tette hozzá a miniszter. A rendkívüli jogrend kihirdetésével egy időben a kormány néhány részintézkedés, már hatályba is léptetett. Az egyik tilalom az egyetemekre vonatkozik. Egyetemeken, ahol nagyon sok a külföldi hallgató, ezt az intézmény látogatási tilalmat bevezessük, tehát az egyetemi épületek be fognak zárni, az oktatásra a távoktatás formájában van lehetőség. Mivel európai járványügyi konszenzus van a tekintetben, hogy a koronavírus terjedése a gyermekek körében nem jellemző, ezért a kormány az iskolák bezárását egyelőre nem tartja indokoltnak. A száz főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását megtiltjuk. Ez nem gyárakra, működő vállalatokra, irodákra, még csak nem is éttermekre vonatkozik, de szórakozó helyekre már igen, és minden olyan rendezvény, ami a 100 főt fedett térben, vagy zárt térben, vagy az 500 főt szabadtéren meghaladja, itt a rendezők, szervezők felelőssége, amennyiben ez zárt térben, az üzemeltető felelőssége, hogy ilyen rendezvények a kormány felfüggesztette a határtalanul program rendezvényeit, és megtiltotta a külföldi osztálykirándulásokat is, és egy évvel elhalasztotta a diákok külföldi nyelvtanulási programját. Akinek lejár valamely okirata, annak azt a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell megújítania. Kujász Gergely elmondta még, hogy Olaszországból, Dél-Koreából és Iránból kizárólag magyar állampolgár léphet be az országba, az innen érkező repülőjáratokat leállítják és visszaállítják a határellenőrzést a Schengeni határokon. Az Olaszországból belépőket két hét kötelező otthoni karanténra kötelezik.